sárgalapos figyelmeztetés közben Stanisaljevicnek. Ez a harmadik újpesti sárga. Azt kell, hogy mondjam egyébként, hogy jogos. 3 perc lesz a hosszabbítás, tehát ennyi ideje maradt a Ferencvárosnak az egyenlítésre. Tanács, 26 méterre vannak a kaputól, és Józsi György is ott van a labda mögött. És Orosz Márk is. Na, ki fogja van a lellő? Orosz lövi el végül a szabadot, és ott a gól! Balajca nem tudta megfogni! A 90. percben Orosz Márk góljával egyenlít a Ferencváros. Az utolsó lehetőségét használta ki a Fradi ezzel a góllal. Orosz Márk első labdaérintése tulajdonképpen, és elcsavarta a bal alsó sarokba a labdát. Döntetlen az állás. Na még egyszer. Ellövi a sorfal fölött, Balajc egy picit későn mozdul, pont onnan süt egyébként a nap, hozzáteszem, nem tudom, hogy ez mennyiben zavarta meg Balajcát. A lényeg a lényeg, hogy oda kapja a gólt a bal alsó sarokba. Innen látjuk majd még egyszer, egyébként pompázatosan csavart el Orosz ezt a labdát, szó se róla. És közben még egy lehetőség az újpesti oldalon.